tegnap volt az, amikor erre sétáltunk a kisfiammal, és észrevettük itt a földön ezeket a tűket, illetve az ablakpárkán is volt. Gombkötő Kinga azonnal meg is osztotta az egyik közösségi oldalon az élményét, ha netán más is erre jár, elővigyázatos legyen. Hogy bármikor beleléphet egy ilyen tűbe, és ki tudja, hogy milyen fertőzést kaphat el. A Móra utcában nem ez az egyetlen elhanyagolt terület, pedig a közelben óvoda is működik. A szerhasználók ezeket a helyeket keresik, itt könnyen elbújhatnak. Amikor megláttuk a tűket, nagyon megijedtünk, mert nem lehet tudni, hogy mikor mibe lép el az ember, és nem is igazán tudtuk, hogy kinek szóljunk ezzel kapcsolatban, hogy most a háztulajdonosának, hogy egyáltalán nincs helyretéve a terület, vagy rendőrséghez forduljunk, nem tudtuk, hogy mit tegyünk. A szenvedélybetegekkel foglalkozó Kiút Alapítvány munkatársa felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne nyúljon hozzá, hiszen egy rossz mozdulat és hepatitis, vagy akár HIV fertőzést is el lehet kapni. Telefonáljanak el ide nekünk, és akkor mi azt mondaná, be tudjuk gyűjteni. Tehát van egy erre alkalmas tároló edényünk, ami ugye szilárd falu, lezárható, és akkor abból nem kerül ki. Az alapítványhoz be is vihetik a droghasználók a használt fecskendőket, az országos tűcsere program segítségével pedig steril eszközt is kaphatnak. Országosan 3-4 ezren élnek ezzel a lehetőséggel. A régi klasszikus kábítószerek, a heroin, az kezd visszaszorulni, tehát ilyen 2010 körül még az intravénás használatnak körülbelül a 80%-át tette ki a heroin, azóta viszont 2016-ra ez lecsökkent, és egy ilyen 75%-ot tesz ki már ezek az új designer stimulánsok. Aki eldobált fecskendőket lát, szólhat a Kiút Alapítvány és a Fésű utcai drogcentrum munkatársainak. A rendőrség pedig azt kéri, hivatalos bejelentést is tegyenek erről.